Ady Endre nevezte Peceparti Párizsnak nagyváradot, ahol a régi korzó, a színház, a bíróság és vármegyeháza, a régi szerkesztőségek és kávéházak mind-mind a költő lábanyomát őrzik. A debreceni joghallgatóból lett journalista 1900. januárjában szegődött a nagyváradi szabadsághoz, hogy a művelt zsidó polgárság által gyarapított friss szellemi városban megcsillogtassa tehetségét. A kávéházi törzsasztalok és az éjszakai mulatozások ifjú bajnoka napközben a lapok hasábjain vívta az élet hétköznapi csatáit. Országosan elismert újságíró a Somló Bódog ügy után lett. Leleplezte azt a merényletet, ahogy ő nevezte, ami a Váradi Jogakadémián történt. Somló Bódog evolúció címmel megjelentette egy tanulmányát. A konzervatív tanári kar egy memorandumot készített a tanügyminisztériumhoz, hogy Somlót megrovásba részesítsék. Addig kiállt Somló mellett, a szólásszabadság, a szabad gondolkodás eszméi mellett, a pesti, budapesti napló főleg, a fővárosi lapok átvették ezeket a cikkeket, és a dolog a végül az országgyűlésbe is bekerült. Ady Endre életében a pompás párizsi dáma, a nagyváradi származású Diósiné Brühl Adél hozta változást, akivel törzshelye az MKK Kávéház teraszán ismerkedett össze 1903. szeptemberében. Az egykori Müllerágy teraszán a Vármegyeháza felől volt a törzsasztala, innen ihletődött a Felszállott a páva című költeménye. Felszállott a páva a Vármegyeházra, sok szegény legénynek szabadulására. Kényes büszke pávák, napszédítő tollak, hírrel hirdessétek, másképpen lesz holnap. Másképpen lesz holnap. Másképpen lesz végre. Új harcok, új szemek kacagnak az égre. Új szelek nyögetik az ős magyar fákat. Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat. Vagy bolondok vagyunk, s elveszünk egy szálig, vagy ez a mi hitünk valóságra válik. Új lángok, új hitek, új kohók, új szentek. Vagy vagytok, vagy ismét semmiköt bementek. Vagy láng csap az ódon Vadvármegyeházra, vagy itt ül a lelkünk tovább leigázva. Vagy lesz új értelmük a magyar igéknek, vagy marad régiben a bús magyar élet. Fölszállott a páva a Vármegyeházra, sok szegény legénynek szabadulására. Ady pesti és párizsi évei alatt sem feledkezett meg Váradról. 1908-ban Juhász Gyulával, Babics Mihállyal, Balázs Bélával, Dudka Ákossal, Emőt Tamással és Miklós Jutkával hozták létre a Holnap Társaságot. Közös versantológiájuk forradalmasította magyar lírát.